Sziasztok, Szabi vagyok, a Pék. Itt vagyunk a Mind Megette stúdiójában. Elhívtam barátomat önös célból, mert hogy én kávéfüggő vagyok, és Márkosi Balázs, Nespresso nagykövetet köszöntöm itt mellettem a konyhában. Ciao. Fogunk készíteni ma valami északi ország ihlette, süteményt. Egyébként az előbb mondtál olyat nekem, hogy a 10 legboldogabb ország közé mindig beférkőzik ez az öt skandináv ország. Azt gondolom, hogy minden itt van, ami a válaszhoz kell. Három dolog lehet ennek a kulcsa. Az egyik az, hogy együtt sütnek, rengeteget kávéznak, ezt tudjuk, ez is pipa, illetve jól tudnak pihenni, amiben egyébként tanulhatok tőlük. Én például, nem tudom, te hogy vagy vele. Hát én a sűrűn nem szoktam pihenni, bár engem a sütés egyébként pihentet, akkor meg aztán főleg, hogyha közben adagolod nekem vénásan ezt a csodálatos kávéköltemét, amit te mára kitaláltál. Egy Svédország által ihletett péksüteményt fogunk ma elkészíteni, amiben meg fog jelenni majd a mandula, meg fog jelenni a karamell, a tetején lesz egy kis égetett tojáshab, és vagyunk annyira jó fejek, hogy mi ezt el is készítjük nektek, nem odaadjuk csomagba, hogy szereld otthon össze, úgyhogy álljunk is neki. Arra kérlek meg, vágd össze nekem egy picit a mandulát, csak éppen törd meg, jó? Mert ezt bele fogjuk dagasztani a tésztába. Mi egy hagyományos kerttésztát fogunk hozzá használni, aminek már megtanultuk, hogy a nedves hozzávalóit tesszük először bele a dagasztó csészébe, jelen esetben a tejet. Csodálatos házi tojás sárgáját. Adunk hozzá élesztőt, ezt egy picit összekevertetjük. Hozzáadjuk a száraz hozzávaló közül először a lisztet, és hogy egy ilyen jó kis ízt kapjunk már most, ezért csempészünk bele őrölt fahéjat. Ebből elég egy ilyen kis kiskanálnyi. Most divatos textúrával játszunk, adunk hozzá egy picit az összevágott mandulából. Mehet rá a só, és hogy édes legyen, a cukor. Á, most jó illata van a fahéjtól, ugye? Most szépen összeszedni, látod? És utána eltűnik a liszt, akkor fogom hozzáadni majd a vajat. Hát ez mennyivel könnyen már így azért? A kézidagasztásnál? Igen. Az elszítségök egy jó darabig általában. Azt jól tudom, hogy egyébként a minden péknek ugyanabban a lisztből készülő kovásza is más ízű a saját kézflórája miatt? Így van, pontosan így van. A kezén lévő gombák másak, a pékségében megtelepedett gombák is másak, úgyhogy így a kovásza is más lesz. Összeszedte magát a tészta, most hozzáadtam a vajat. Ezzel fogjuk készre dagasztani. Ezt hívják minőségi időtöltésnek. Igen, egyébként. De tényleg pihentett, szóval... Kikapcsol, alátom. Meg szexi, meg mindent elmondhatunk a sütésről. Na szóval, a tésztánk elkészült. Át fogom tenni egy edénybe. Rakok bele egy pici olajat, hogy ne ragadjunk bele. Ez micsoda szép színe? Szép fényes, szép hólyagos, jó az illata. Nagyon jó. Most még egy kicsit ragacsos, de ez itt a percek alatt majd nagyon szépen össze fog állni. Őt most letakarjuk, pihentetjük, és most jöhet az a pont, amikor azt mondtad, hogy minőségi időtöltés. Tehát vegyük el a kávégépet. Meg kívülök egy kávére, ha nem bánod. Ezért itt már finoman előmelegítettem. De ingyen nem dolgozom, természetesen én is megkérnék, hogy egy kis mandulát aprítsd nekem. Jó. Ugye ezt a fantasztikus karamell szószt. Arra egyébként már most is térjük ki, hogy ezt én ma készítettem. A cukrot karamellizáljuk ugye a serpenyőnkbe, hozzáadjuk a vajat, és a végén hozzáadjuk a tejszínt. Gyakorlatilag 5 perc alatt elkészíthető, majd beletesszük egy üvegcsébe, berakjuk a hűtőbe. Egy ideális világban szerintem ezt minden háztartásban kellene tartani otthon, mert annyira finom. Ez elég lesz? Abszolút. A következőben egy mandulás kávé keveréket fogunk elkészíteni. Ez azért nagyon jó, mert természetes aromával készül. Ugye ez azt jelenti, hogy a mandula ízt mandulából vonjuk ki és desztiláljuk. Viszont addig van desztilálva, ameddig már az allergének kikerülnek bele, tehát akinek mandula allergiája van, az is fogyaszthatja. Ez elképesztő, tehát hogy mandula ízt mandulából csinálunk. Egy tejszínes mandula süti egyébként a fjafurkákkal, ami egy svéd sütemény, és ennek a tejszínességét, ezt a karamelles sütis jellegét próbáljuk meg kiemelni ezzel a kis egyébként tejszínes karamell szósszal, illetve a tejjel, amit hozzáadunk. Tehát itt összeölelkezik minden, és teljes skandináv nyugalomban. A
Mondjuk a végén tudod, hogy ki kell találnunk nevet ennek a süteménynek, és ígérjük meg, hogy nem valami kakára fog végződni, jó? Jó, jó. Egy kicsit barista leszek. Lehet úgy is, mint ahogy a igen, ez a szakács, ugye? Igen. Hát nem, én az egyszerűség híve vagyok, jó? Elképesztően jó. Azt köszönöm szépen. Szerintem a tésztán kipihente magát, hozom is, és tovább dolgozunk vele. Egy pici liszt. Látod, milyen szép légies lett? Wow, itt egy felhőben nyúlnék bele. Azt szoktam mondani kispárna. Ha kispárna, akkor rendben vagyok. Elkezdtem kinyújtani. Mindig törekszek ilyenkor arra, hogy ilyen polipszerűen nyújtsam ki, látod? Mert akkor megmarad ez a téglala forma, amire nekem szükségem van. Ha úgy érzem, hogy egy kicsit letapad, ha hirtelen felemelek, akkor nem ragad oda. Szerintem ez a vastagság jó, ez kb. Egy ilyen 3 mm. Jön ez a csodálatos karamell. Azt elfelejtettem neked az előbb mondani, hogy a vaj, a tejszín és a cukor mellett egy pici sót is adtam hozzá. Kiemeli az ízeket. Szóval ezt vékonyan megkenem, de csak a tészta feléig fogom a mandulát, és ugyan a tésztában már beledagasztottuk, de egy picit teszek bele ide a töltelékbe is. Ennek még az is a szerepe, hogy egy picit felszívja, tudod, ezt a karamellt, hogy ne folyjon ki belőle a töltelék. Mert utána fogom a tésztát, és ráhajtom. Kinyomom belőle a levegőt, arra nincsen szüksége. Hát ott jön ki. Vágok egy ilyen 1-1,5 centis csíkot, és ha megvan ez a csík, akkor ezt is félbevágom, és csinálunk belőle egy úgynevezett bárhez formát. Így megtekerem. Ezt áthúzom, ezt aláhajtom, ezt összerakom, és utána ráültetem erre. Látod? Wow! Egy ilyen jópofa kis fonat alakult ki. És az előbb kivajasztam a sütőformákat, és beleültetem. Megpróbáltok én is egyet? Hát nagyon szeretném. Az az egyik régi kollégám mondta, hogy ne segíts, mert sietek. Tehát van egy alsó szálunk alul, egy szálunk felül. Ezt a kettőt így megtekered, igen, de mind a kettő lefelé néz, nem, ez teljesen jó. Így. És utána ezt valahogy megpróbálod, ez a szál fölött, a másik alatt áthúzni. Majd ugyanezt a másik oldalról is visszahúzzuk ide. Itt ezt itt kicsit összecsípjük. Hát ott áthúzod, valami olyasmi. Majd utána erre a kis ajra ide rá kell ültetni. Látod? És ugye ezzel a módszerrel, hogy így meghajtogatjuk, egyszer szép, kétszer pedig mindenhova jut belőle. Felverem a tojást, egy egész tojást, és utána megfényezem a tetejét. Megformáztuk, letojásoztuk, úgyhogy most pihentetjük, 30-40 percig fogjuk kereszteni, majd eközben fel fogom melegíteni a sütőt, ilyen 190 fokra. Na Balázs, megkeltek szerintem. És sütiink. Teljesen izgatott vagyok. De még van vele munka. Még egyszer le fogom tojáshozni, és most téged kérlek meg, hogy te szórd meg a tetejét. Én azért is szeretek mandulát rásütni a termékeknek a tetejére, mert megmutatja, hogy mikor jó, hogy mikor van megsülve. Amikor elkezd már nagyon megbarnulni és elégni, akkor már tudja, hogy elégetted. Úgy óvatosan, amennyit felvesz, ahogy szokták? Amennyit felvesz, így. Picit tegyél az oldalára is, mert hogy középre majd fog jönni még tudod dekoráció, és akkor azt eltűnik. Nagyon szépen megindult, az illat az nagyon jó. Látod, milyen szépek rajta ezek a kis fahéj pöttyök? Az utolsó kelést, azt az utolsó 20-30%-os térfogat növekedést, azt majd ott kell, hogy elérje bent a sütőbe. Megyünk is napozni. Megsültünk. Remélem megsült az alja is. De szerintem igen. Oj, de szép. Látod? Elkezdem ide kitálalni. Amíg te kávét készítesz, én meg fogom csinálni még a dekorációt a tetejére. Ugye tudod, a dagasztáskor csak a sárgáját tettük a tésztába, félretettem a tojásfehérjét. A tojásfehérjét a munkánk alatt előhagytam, hogy konyha hőmérsékletű legyen, így bízom benne, hogy keményebb habbá lehet verni, adok hozzá csipetnyi sót. Hát abban mindig el szoktam felejteni valamit. Ma sikerült a nyomózsákot otthon hagynom, úgyhogy most ilyen absztrakt lesz a teteje is. Elkezdhetem a kávét szerinted? Szerintem nyugodtan. Közben ne jegy meg, mert jön a tűz.
leloptam a megpirított manduláidat. Amit direkt mellé szórtál. Így van. És akkor ez így valóban összefonódik, és egy teljes egészet képez. Hát én azt gondolom, hogy nagyon jól dolgoztunk, nagyon jól összehoztuk az általad kitalált kávé költeményt, az általad kitalált ízeket, a PK-ruba is meg tudtuk jeleníteni. Hogy is hívják a svédek ezt az időtartamot, amit ilyenkor eltöltenek? Én a magyar fülnek talán egy picit viccesen fikának vagy fikának hívják. Büntetlenül fikázhatunk most. Abszolút, gyere. Fikázunk egy. Akkor kóstoljuk meg. Jó. Nézd, ott a belsejébe. Látod? Hát ez elképesztő. Úristen, de jó az a karamell. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Próbáljátok ki ezt a receptet otthon, és igyatok mellé egy ilyen szuper kávét. Sziasztok! Sziasztok! Nem találtunk ki neki nevet. Gondoltál te valamire? Én arra gondoltam, hogy mondjuk el, miből van, nem? Tehát legyen ez a karamellás, mandulás, fahéjas, bogyó.